Hello. Topsi! Te nem kapsz a csúrözból, nem baj? Nem baj? Na, ilyet viszont ne csinálj, jó? Mert én itt dolgoztam nemrég. Na, szép jó reggelt mindenkinek, sziasztok! A mai videóval picit... sütünk és ügyeskedünk a konyhában. Ügyeskedni a konyhában nem tudom, mennyire leszünk ma ügyesek, de a lényeg az, hogy ma a srácokkal egy újabb ilyen kaja kihívást indítunk el. Nem tudom, hogy mennyire tudjátok, de volt egy már egy ilyen vacsora csatánk a srácokkal, Barnival és Henryvel, és igazából annak az volt a lényege, hogy bárki bármit csinálhatott, és a végén pontoztuk, hogy kis tette össze a legjobb vacsorát. Szerintem nem meglepő, hogy én nyertem meg, ugyanis a konyhában talán hármunk közül én vagyok a legjártasabb. Megnézzük, hogy ez ma is így lesz-e. Mindenki egy-egy ételt fog elkészíteni, és igazából ezt az egy ételt kell tökéletesen megcsinálnia, és utána este átmegyünk egymáshoz, és ugyanúgy pontozzuk az ételt. A lényeg az, hogy már előre tudjuk, hogy mit fogunk csinálni. Barni fánkot fog csinálni, én csurroszt, és Harry pedig egy lángost. És mivel a mai videót a Lidl támogatta, ezért igazából oda megyek, bevásárolok, és a Lidl állított ez elé a kihívás elé, hogy készítsük el a legjobb farsangi kajákat. Jó reggelt, uram! Jó reggelt. Szia! Itt akarsz a parkolóba forgatni? Attól függ, hova készül ez. Tessék? M1? Nem, OnlyFans. Van-e valami, amitől féltek? Neked nincs is konyha, ó, de az a konyha az használható. De lángos az a legegyszerűbb, nem? Hát az csak így olajba bennem. Cukor, bízatok bennem. De neked kell csinálni, nem a Rének. Nem anyukám fogja és nem a hugom. Nem, csak te csinálod. Én csinálom. De ne. Ez olyan lesz, mint a vacsora csatánál, hogy berendelt kaját. Nem. Na mindegy, Harry biztos csalni fog, úgyhogy ő már eleve nem nyer. Úgyhogy az igazi verseny... Én csinálom, a videóban benne ezt én csinálom. Az igazi verseny, az Barni és közöttem lesz. Este Tali, sziasztok! Nos, és el is kezdődött azáltal a verseny, hogy hát bevásároltam az alapanyagokat, illetve összekötöttem a kellemest a hasznossal, és akkor már egy egész nagy bevásárlást is toltam. Otthon neki is látunk, nem is tudom, hogy kóstoltak-e még csurroz. Nekem egy rövid történet így a csurroz kóstolásomról. Először csurrozt én talán egy itteni budapesti hamburgerezőbe kóstoltam, de igazából a nagy élmény az volt, amikor 2020-ban, még a nagy Covid első hulláma előtt volt időm kijutni Spanyolországba, és szerencsém kijutni Spanyolországba, és egészen Barcelonától lementünk Alicante-ig délre, majd pedig vissza Barcelonába kocsival. És útba esett Valencia is. És Valenciában úgy gondoltam, hogy na, akkor itt az ideje megkóstolni ezt az igazi spanyol tradicionális édességet, amit egyébként a spanyol felfedezők ilyen kenyér helyettesítőként csináltak maguknak, majd pedig amikor 1500-as években visszajöttek kakaóbabokkal Dél-Amerikából, Spanyolországba, akkor adták hozzá egyébként ezt a csokis öntetet, amibe így bele kell tunkolni a csurroszt. Előtte egy ilyen olajba kisütött kenyér helyettesítő volt, és utána lett ez az édesség belőle, ami egyébként ma már iszonyatosan népszerű szerte a világban. Míg a budapesti hamburgerezőbe ízlett a csurrosz, amit megkóstoltam, Valenciába valamiért szerintem annyira rossz helyet találtunk, hogy így ott nagyon nem jött be, nagyon nem, illetve annyira vizezett volt ez a csoki, mert ezt nem ilyen nutellával kell elképzelni ezt a tunkolót, hanem egy ilyen picit ilyen higított csoki öntettel, és ott annyira fel volt higítva az a csoki, hogy olyan volt, mintha egy vízbe mártogattam volna a csurroszt. Van jó élményem, és rossz élményem is a csurrosszal, hát meglátjuk, hogy az enyém jó élmény lesz a srácoknak, vagy rossz. Na de menjünk haza, és ideje elkészíteni az iszonyatosan jó csúrosz török ábelmokra. Mielőtt még kipakolnám az alapanyagokat, fontos elmondanom, hogy a Lidl online főzőiskolájának az egyik epizódját fogjuk feldolgozni, az egyik receptjét fogjuk feldolgozni, ahol is Szél Tamástól megtanulunk mindent a zsírban sütött keltésztákról, és azon belül is ugye ma ezért én éppenséggel a csúroszt fogom csinálni. Mivel én nem fogok itt most nagyon belemenni az arányokba, hogyha kíváncsiak vagytok az eredeti receptre, akkor kattintsatok a leírásba található videóra,
És hoppá, sütőnekhez nem szabad ilyen közel állni, de hogy a lényeg, hogy megtaláljátok az eredeti videót a leírásban, kezdjünk bele. Az a jó a churrosban egyébként, hogy nem kell sok minden hozzá. Először is szükségünk lesz lisztre, cukorra, vajra, ez itt most laktózmentes, de a sima vaj is tökéletes, sütőolajra, és valamilyen csokira. Mielőtt elkezdenénk bármit is csinálni, nézzétek meg, hogy van-e otthon habkinyomó zsákotok. Ugyanis viszonylag nagyra lesz szükségünk, ugyanis szeretnénk majd azt, hogyha egyszer kész van a tészta, akkor igazából ne kelljen többször megtölteni, és azzal is megy el az idő, hanem egybe meg tudjuk tölteni a tasakot, és akkor jöjjön egy pár extra. Jó, ha van kéznél egy ilyen kis cucc. Nem pontosan tudom, hogy mi ennek a neve, de a lényeg az, hogy ezt fogjuk a habkinyomó zsáknak a végébe tenni, és ez ilyen kis barázdákat fog válni a churrosunkba, és ettől lesz az a jellegzetes alakzata a churrosunknak, és egyébként még egy maghőmérő is tud segíteni, pontosan, hogy tudjuk, hogy pontosan mennyi az olajnak majd a hőmérséklete, és hogy ne tegyük bele túl korán, se túl későn. A lényeg, hogy fogunk egy egész nagy edényt, és most csinálni fogunk egy úgynevezett égetett tésztát. Rossz az elnevezés, ugyanis nem fogjuk megégetni a tésztát, csak is a szimpla vízben fel fogjuk forralni a vizet, és megvárjuk, hogy elolvadjon a vaj, majd pedig a lisztet belekeverjük, és egy picit összerántjuk ezt, vagy összekeverjük, pont annyira, hogy szépen összeálljon. Okés, akkor ez is megy bele. És amíg a vaj itt olvadozik a vízben, addig előkészítjük a lisztet is. Addig pedig leszögezném, hogy nem egy főzőcsatorna vagyok, úgyhogy még hogyha próbálok is és tesztelek is recepteket, ezek nem az én receptjeim, és mint ahogy mondtam, ma se a saját receptemet mutatom be. Én csak fogok egy receptet, megcsinálom, az vagy jó lesz, vagy nem, úgyhogy ez tényleg egy ilyen disclaimer. Maga a folyamat szerintem érdekes. Vagy legalábbis én mindig szeretek nézni bárkit is főzni, dolgozni, főleg, hogyha nekem nem kell. Az a legjobb, amikor nézhetsz valakit dolgozni, de neked nem kell. Most pedig jöhet bele szépen lassan a nem lassan, jó lesz ez így. És elkezdjük gyorsan, jól összekevergetni. Nem hagyjuk, hogy összeálljon, de álljon össze, csak nem hagyjuk, hogy leégjen. Illetve ti most nem is láttok sokat, de kevergetem. Amikor úgy érezzük, hogy egész jó állapotban van, ami azt jelenti, hogy szépen így sejmesebb lett, akkor van az elvileg, hogy készen van ez, levesszük a hőről, és én elő fogom venni a robotgépet, talán egy picit könnyebb lesz a következő lépés vele, meg amúgy se használom eleget, úgyhogy legalább ilyenkor tudom használni, mert amúgy meg tökre azt érzem, hogy felesleges volt megvenni, na mindegy. Itt van a mi kis tésztánk, ez megy most ide bele, és most fog belekerülni majd a tojás. Viszont egy kicsit hagyni kell kihűlni elvileg ezt a masszát, ugyanis hogyha most belekerülne a tojás, akkor elvileg rántotta lenne belőle. Picit bekapcsolom, elkezdje kevergetni, és amit látni akarok, az az, hogy a gőz egy picit elkezd kiszállni. Látjátok? Ezáltal tudom, hogy hűl éppen a paszta, a massza. Egész jól lehűlt, egy picit talán melegebb, mint a kezem. Oké, most pedig utolsó hozzávaló a sütés előtt, három kicsi, apróka kis tojás, és ezt fogjuk beletenni a tésztába, utána igazából beletöltjük a kész eredményt, a kapott eredményt a habzsákba, és onnantól megy a sütés. Először ezt elkeverem, és akkor utána teszem hozzá a harmadikat. Talán még kell a harmadik. Oké. Szerintem ez jól néz ki. Nagyon közel vagyunk a végéhez, fogunk egy kis napraforgó étolajat, és hát elkezdjük 170 fokig felmelegíteni, és itt jön segítségünkre majd a maghőmérő, ugyanis ezt az étolajat egy bizonyos hőmérsékletre érdemes felmelegíteni. Ezt közben is kezdem melegíteni, magát a lábost is, meg az étolajat is. Szerintem az egész belemehet. Oké, tehát 170 fokos olajat szeretnénk elérni, úgyhogy ezt még nem használtam, viszont Kínából jött, úgyhogy biztos működik. És akkor már 35, 45, 51, elvileg működik.
tehát ebbe jön majd a churros tésztája, viszont még mielőtt azt bele tudnánk tenni, egy ilyen kis műanyagot kell beledobni. Tehát benne van ez a műanyag, erre ráhúzom ezt, és erre ráteszem ezt, és rátekerem, hogy biztos ne essen ki ez a cucc. Ott a churros véggel, és ebbe belapátoljuk a tésztát. Sose használtam még ilyen zsákot, és ilyenkor jó az, hogy a nagyobbik zsákot választottam, mert belefér minden egy húzamban, és nem kell újra tölteni majd. Fölül összefogjuk, húha, és elkezdjük összetekerni talán. Mindaddig, amíg el nem kezd kijönni. Várjál, hogy van ez? Összetekerem, és akkor ott el kéne aha, azt figyelj! Lemosok egy ollót, ugyanis egy ollóra is szükségünk lesz. Pontosabban azért, mert a churros tésztáját ezzel fogjuk elvágni. És már szól is a maghőmérőnk, hogy megvan a 170 fok, úgyhogy pont jók vagyunk. Igazából én ezt fogom, kikapcsolom. Nyomom. És amikor leér a izébe, akkor elvágom. Aha, azt a rohadt. Jó, nem rossz. Nyomom újra. Nyomom. Rohadt nehéz ebből a kis szájú valamiből kinyomni, meg kicsit vékonyabb, mint amire szeretném, de hát ez van. Jaj! Kiszakadt a zsák! Jaj! Houston, we have a problem! Oh no! Ez baj. Ez azt jelenti, hogy a vég az túl vékony, és emiatt túl nagy nyomás keletkezik a zsákon belül, mert nem tud ugye távozni a tészta, és ezért kiukasztja máshol a zsákot. Úgyhogy lehet, hogy ezt le fogom venni, és akkor nem lesz gyönyörű szép csillag alakja a churrosnak, bár ahogy elnézem, itt sincs, de legalább működik, és ki tudjuk nyomni. És akkor most van az, hogy átmegy ez a műsor egy kicsit DIY ábelbe, egy jó háztartásban mindig van szikszalag. A szikszalag meg, mint ahogy tudjuk, mindenre is megoldás. Figyelj, ez van, amivel dolgozni tudunk. Nem is lett volna tökéletes ez a churros, ha nem lett volna benne egy kis konfliktus. Konfliktus, tudjátok, ez mindig kell, minden sztorihoz szükség van a konfliktusra. Nagyjából készen vannak, legalábbis színre eléggé úgy néz ki, hogy készen vannak, úgyhogy ezt kis tesszük egy tányérra. Akkor próbáljuk meg a megtákolt habzsákkal, hát ha ezzel most működni akar. És akkor vágunk egyet, nagyon szuper, egyelőre jól szuperál. Máshol is kiukadt. Nem szuper áll jól, nem jó. Ott is ki akar lyukadni, ahol még nem lyukadt ki. Tehát pedig már most nincs is akkora nyomás alatt ez az egész, de máshol is utat akar talán. Nézzétek meg, nézd meg. Van egy másik habzsákom, egy 25 centis, mégse 40. Megpróbálom áttenni ebbe a tésztát, és akkor valahogy kisebb nyomást kifejteni a tésztára. Lépésként előkészítettem kristálycukrot és fahéjat összekeverve egy edényben, és a friss churrosokat, tehát itt ezeket, bele fogom dobni most ebbe a cukor ágyban, és reménykedem, hogy felvesznek valamennyi cukrot. Van egy kisebb problémánk. Vettem csokit, illetve a habtejszint, viszont elfelejtettem, hogy ilyenkor mindig étcsokoládét szokás venni, és én pedig tejcsokit vettem. Na mindegy, habtejszint felmelegítem, beledobom a csokit, kihagyom a receptben írt cukrot, mert az leginkább azért van benne az a cukor, hogy édesítse az étcsokit. Egy kis fahéjat is teszek bele, és ez lesz a csoki öntet, amivel tudjuk mártogatni az elkészült churrosainkat. És most jöjjön a következő szám ebből a playlistből. Ugye ugyanebben a stílusban maradunk, úgyhogy csöcs és
Hát ez nem akar nagyon összeállni, na. Oké, elkészült a csúroz, és mielőtt megmutatnám a végeredményt, még egyszer szeretnélek emlékeztetni titeket, hogy ne felejtsétek el, hogy a Lidl online főző iskolában megnézhetitek, igazából ide fentre kattintva, ott, nézzétek, kijött az i betű, ide kattintva megnézhetitek az eredeti receptet, és utána pedig írjátok meg, hogy az enyém néz ki jobban, vagy amit ott láttok, Szél Tamásé. Mondjuk persze, nem szabad, hogy felmerüljön ilyen, hát persze, hogy az enyém. Hú, de jó illata van, na várjál. Csúrosz, csoki öntet. Azt a rohadt. Ez jó, mint amit kóstoltam. Én ezt nem adom oda a srácoknak. Én ezt nem. Azt figyeljétek, hogy milyen szép üreges belülről, és amint így megmártom, belemennek oda az üregekbe is a csoki, és így... Na hát megérkeztem a Trio stúdióba, csöttes! Nem is a te helyed, te ott szoktál ülni. Tudom, nem tudom, miért itt ülök. Na mindegy. A lényeg, hogy Harry, ezt biztos te csináltad? Én csináltam. A srácok, jöhet a desszert? Nem baj, még az enyémet veszem? Nem, tedd le. Uraim, akkor következik a desszert. Az mi? Csakli? Nutella? Megszagolhatod? Megszagolhatod. Csoki öntet. Egy picit, nagyon jó illata van. Picit újra hangol, fahéjas. Nagyon van. Annyi a baj, hogy picit a csúrosz már elhűlhetett. Nem, az a baj, hogy kicsit már megtikkadt, de... A szikkadt. Uram? Szikkadt, nem megtikkadt. Tudom, csak én így mondom. Köszönöm. Uram? És akkor ezt így bele kell mártani a szószba. Ez egy csík, mint a csík. Ne a tejfölbe mártsátok. Ja. Hanem... Úgy, mársd bele, tess. Így. Apa! A menes tesó! Kíváncsi vagyok. Nem mondj semmit. Az a én baj. Soha életemben nem ettem még. Hideg a tészta. Bele tudok kötni egy picit. Hideg a tészta. Bele tudok kötni. Én soha életemben nem ettem csúroszt, úgyhogy nem tudom, mi az viszonyítani. Várjatok, azért tudok belekötni, nem akarok szemét lenni. Ez a cukorkörbe ez nagyon jó rajta, meg úgy, tehát hogy úgy van csúrosz íze. Ez 10/10, ez nagyon jó. Nem nyers egy kicsit? Nem. Ez nagyon jó. Nem, tudod mi a bajod, hogy így, hogy kihűlt, puha lett a külse, tehát ez ropogott. Na várjál! Ez a frissen ropogott, most már nem. Szóval annyit élek, hogy nemrég ettem a EB, amikor volt a kézilabda EB, akkor ettem, úgyhogy így még a íz itt van a fejemben. Egy picit ez íztelen. Hát de ennek nem is kell ízesnek lenni. Nem, de ott az annak volt íze, ahhoz képest... De az nem ilyen töltött csúrosz volt? Nem, hagytad ki a cukrot belőle? Ugye, hogy belül ilyen belül nem kell cukor. A fánkba is kell cukor. Jó, de ez de ugye pont... A belseje, ennek pont az a lényeg, hogy a belseje picit sós. Hogy a külsejét, sót kell beletenni, hogy a külsejébe picit ilyen ízlésebb legyen. Tehát, én raktam volna a tésztába egy kicsi cukrot. Egy picit a belül valami kicsit hiányzik, viszont ez 10/10. Az finom. Ez 10/7, úgyhogy adok egy 10/8-at. Na, igen? Én 10/... Nem, 7-et. Az a baj, nehéz, mert nem tudom mihez viszonyítani. Írjátok meg, hogy kinek tetszett a legjobban a kajája, a srácok csatornáján megtaláljátok az ő videóikat, illetve köszönöm szépen a Lidlnek, hogy támogatta ezt a videót, és ilyen jót tudtunk kajálni. Mind a hárman ilyen jót tudtunk kajálni. A kövi videóban találkozunk, sziasztok mindannyian!